Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma július 7-e van Apollónia névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Hivatalosan is megnyitotta kapuját a 19. Vajdasági Szabad Egyetem a Kishegyesi Kátai tanyán. Színházi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várja a látogatóit a Nyárhangoló Fesztivál Palicson. Somogyi Sándor, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora érdemelte ki idén Szabadka díszpolgári címét. Erről is döntött a szabadkai BKT. Aranyéremmel tért haza a Világos Adrianna a mediterrán játékokról. Hivatalosan is megnyitotta kapuját a 19. Vajdasági Szabad Egyetem a Kishegyesi Kátai tanyán. A fiatalok a következő napokban szakmai előadásokon és műhelymunkákon vehetnek részt elsősorban gazdasági és politikai témakörben. A megnyitón elhangzott a szervező VIFO erős csapatot állított fel, mely újra Hullámhegy felé viszi a vajdasági közélet emblematikus ifjúsági találkozóját. A Szabad Egyetem a VIFO legnagyszabású rendezvénye. Helyszíne a Kishegyesi Kátai tanya, ahol a fiatalok napokon át ismerkedhetnek, barátkozhatnak és természetesen tanulhatnak. A megnyitón Győri Viktor, a VIFO elnöke köszöntötte a közönséget. Büszkén elmondhatom, hogy immáron 26 éve tevékenykedik a Vajdasági Ifjúsági Fórum, azaz a VIFO. Energiát és időt nem sajnálva a vajdasági magyar ifjúság identitásának megőrzésében és az ifjúság fellendítéséért. Volt, van és lesz is VIFO. A hivatalos megnyitón Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár, elsősorban az ukrajnai helyzetről beszélt a fiataloknak. Azt mondta, az összes nemzetpolitikai táborra rányomja ez a bélyegét, hiszen a magyarokat is érinti. Bár a háborús cselekmények nem érték el Kárpátalját, és talán nem is veszélyeztetik azt a területet, de minden egyéb dolog, ami abból következik, hogy Kárpátalja Ukrajna része, az ottani magyarokat is keményen érinti. Ezért szolidaritásunkról, együttérzésünkről, támogatásunkról kell biztosítanunk őket, fogalmazott Potápi. Ma a tétje ennek a helyzetnek az, hogy a kárpátaljai magyarság fizikai léte megmarad-e, és Kárpátalján marad-e meg, mert úgy gondoljuk, hogy csak akkor érdemes, van értelme kárpátaljai magyarságról beszélni, hogyha Kárpátalján tudják folytatni az életüket, folytatni a jövőjüket. És ez sajnos most nagyon-nagyon megkérdőjeleződik ebben a nehéz helyzetben, ezért is kell minden lehetséges módon támogatni őket. Szintén a hivatalos megnyitón felszólalva Pásztor István, a VMS elnöke úgy fogalmazott, a Szabad Egyetem a közállapoti kondíció fokmérője. Mint magyarázta, a padsorok teltsége, a hangulat és a tekintetek lenyomatát adják a vajdasági magyar közösség állapotának. Ebből indulok ki, már pedig ebből akarok kiindulni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit ma látok, az örömteli. Azért örömteli, mert ez a rendezvény újra arra hasonlít, amiről híressé vált. Szeretnék ezért köszönetet mondani azoknak, akik elhozták a VIFO-t odáig, hogy egy olyan generáció teremtődjön meg, amelyik újra lendületbe hozta. Nem csak itt Vajdaságban, hanem Kárpát-medence szerte megindult a nyári szabad egyetemek szezonja. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben ilyen műhelymunkákon próbálnak a fiatalok válaszokat adni a jelen és a jövő kihívásaira és fontosabb kérdéseire, és mindezt szakértői előadások segítségével. Kicsi a bors, délvidék, mint a Kárpát-medence erőforrása címmel tartottak panelbeszélgetést a Kishegyesi Szabad Egyetemen. Ezen Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár, valamint a szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar közösségek vezető politikusai beszélték át az aktuális délvidéki kisebbségi témákat. Mindannyian pozitív tapasztalattal számoltak be a magyar kormány támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztési és egyéb programokról.
Egyetértettek abban, hogy a nemzetpolitikának tovább kell lépnie a kultúrán, és fokoznia kellett a gazdasági megerősödést, a vidékfejlesztést és a fiatalok helyben tartását. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, bár a délvidéki magyarság lélekszáma nagyjából 250 ezer fő, de önbizalom, hit és erő tekintetében nagy az ereje. Hozzátette, a VMS a következő ciklusban is a hatalmi többség részét kívánja alkotni a szerb államvezetésben, államtitkári szinten venne részt az új kormányban, parlamenti elnöki helyre pedig nem tart igényt. A beszélgetésen egyebek mellett szó volt az oktatásról, a migráns helyzetről, az LMBT propagandáról, a magyar nemzettudatról, az ukrajnai helyzetről és a jövő terveiről is. Potápi Árpád János államtitkár úgy fogalmazott, meg kell őrizni a nemzetpolitika eddigi vívmányait, hogy miután csillapodott a háborús helyzet, legyen honnan dobbantani és tovább építkezni. További részletek a Híradó Pluszban. Közéleti és színházi beszélgetések, családi programok, gyermekfoglalkozások, táncház és koncertek. Egy szóval minden, ami kultúra. Elkezdődött a Nyárhangoló Fesztivál Palicson. A rendezvényt most először szervezte meg a VM4K. A Szabadkai Fúvós Zenekar és a Crystal Dance Stúdió bemutatójával kezdődött el a Palicsi Nyárhangoló Fesztivál. Dózsai Edina Bácskertessről érkezett a rendezvényre. A halott pénzt azt emlegessük, úgyhogy lehet, hogy még arra is eljövünk. Más, úgy konkrétan nincs semmi. Majd mindig eldöntjük, hogy hova, merre, meddig megyünk. Egy jó hangulatú négy nap elé nézünk, mondta Lovas Ildikó a fesztivál kapcsán. A VM4K vezetője kiemelte, sok önkéntes kapcsolódott be a szervezésbe. Az ilyen és ehhez hasonló események pedig a szórakozás mellett a barátkozásra is lehetőséget adnak, tette hozzá. Mi már is boldogok vagyunk, hogy a fesztivál kezdetét vette, nem verte bennünket az első, itt vannak az önkéntesek, itt vannak a színházi kerekasztal résztvevői, most már lassan minden elindul, reméljük estére koncert lesz, és egyre többen jönnek, de azt azért még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy mi már is boldogok vagyunk, hogy idáig eljutottunk. A rendezvény nem csak egy kulturális seregszemle, hanem számtalan olyan programot tartalmaz, amely Vajdaságból és Magyarországról is ide vonza az embereket, emelte ki megnyitó beszédében Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága azért is támogatta ezt a rendezvényt, mert az elmúlt években számunkra a legfontosabb az volt, hogy a közösségeket erősítsük meg, illetve a magyar közösségeket tegyük alkalmassá arra, hogy hálózatba tudjanak szerveződni, és minden kihívásra tudjanak megfelelő módon válaszolni. Ezen a héten egyébként több helyen is nemzetpolitikai táborok kezdődnek, mondta Potápi. Az illetékes államtitkár hozzátette, nem csak Kishegyesen, a Vajdasági Szabad Egyetem keretében, hanem a Felvidéken és több más területen is lesznek ilyen események. Palicson van kollégám Husnyák Andrea is, hozzá kapcsolunk. Szia, Andi, milyen programok lesznek még? Jó estét kívánok, szervusz! Most fejezett a Budapest Szaxofon Kvartett a Vigadó teraszán itt Palicson. Mi pedig itt vagyunk a nagy színpadon, nagy színpad mellett, a Bagolyvár melletti nagy színpadon, ahol látszik, hogy már az ifjúság gyülekezik, bármelyik csak 9 órakor kezdődik majd a koncert. Ezt követően pedig a Juhász zenekar fog éjfélig muzsikálni, táncház lesz. Mellettem van Lukács Lilla, a VM4K kultúrá referense. Lilla, hogy vagytok elégedettek a mai nappal? Mekkora a látogatottság és hány embert vártok még ide? Mindenki a halott pénzt várja. Egy nagyon mozgalmas napon. Hát nem vagyunk még túl, de azért már a nagyobb programoknak már befejeződött, és hát nagyon nagy várakozásokkal telve várjuk ezt a hátul mögött éppen beálló zenekart, a halott pénzt. És ahogy látom, éppen nagyon sok jönnek az emberek, tehát nagyon nagy tömeg, és nagyon
sok emberre számítunk. Ami az egész napi programokat illeti, az is nagyon szép számban látogatott volt, egészen 2 órától, ugye 2 órakor kezdődött a mai program. Volt itt színházi kerekasztal, volt Varó Dani, az ő könyvemutatója is volt. Egy nagyon színes nap vége felé járunk már. Nagyon röviden csak hívó szavak szintjén a holnapi nap hány órakor kezdődik, és korosztályi és érdeklődési bontásban kiket vártok? Holnap 10 órakor, délelőtt 10 órakor kezdődik a női strandon, akkor kezdődnek a programok. Pásztor István elnök úr, illetve dr. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója fog egy közös beszélgetést Gabó Erikával lefolytatni itt a női strand helyszínén, a kávézóban, és akkor ezzel kezdődik meg a holnapi nap. Beszélgetések, ugyanúgy színházi kerekasztal, délelőtt, illetve délután és gyerekprogramok itt a hátul, kicsit a hátul mögött lévő füves területen, ami a Békatanyánál van. És 2 koncert is lesz holnap. Igen, 3 koncert is lesz, igen. Herzko Ági és Nikola Párov kvartett, lesz a Szigeti kvartett, ők a komoly zenei koncert, illetve a Ferenci György és a Racka Jam fog itt 9 órakor ugyanott, ahol ma a halott pénz, holnap ők fognak itt színpadra lépni. Lilla, köszönjük szépen, önöket pedig biztatom, akkor holnap 2 órától jöjjenek ki Palicsra, étel és italkínálat is van, és nagyon gazdag a program. Postiák Andreának köszönjük. A Nyugat-Balkánon megvalósuló projektről írt alá megállapodási szerződést Nenad Ivanisevics tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár a Be Happy Work and Travel Digitális Nomádok Egyesület képviselőivel. A projektnek jelenleg 34 résztvevője van, akik 16 héten keresztül online tanfolyamokon kapnak képzést a digitális marketing számos területén. I mi hoćemo da idemo dalje. I upravo današnji sporazum koji potpisujemo ima za cilj da se ne bavimo samo turizmom, nego da predstavimo i ljudima koji se popularno zovu digitalni nomadi Vojvodinu kao destinaciju u kojoj mogu doći da rade. Jer je poznato da za njih to nije najvažnije mesto boravka, nego je najvažnije šta to mesto pruža. Somogyi Sándor, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora érdemelte ki idén Szabadka díszpolgári címét. Az önkormányzati képviselők egyhangulag szavazták meg a díszpolgári cím és a Pro-Urbe-díjak odaítélésére tett javaslatokat. A testület emellett 2 fontos szabályozási terv módosítását szavazta meg, valamint 4 közvállalat programjának módosításáról és személyi kérdésekről is döntött. Az ülésen 20 napi rendi pontot vitatott meg és fogadott el Szabadka város képviselőtestülete a mai 24. rendesülésén. A városrendezési tervjavaslatok megvitatásakor Miroslav Milojevic, Szabadka polgári mozgalmának frakcióvezetője azt nehezményezte, hogy a szűkebb városközpontban még mindig nincs korlátozva a közlekedés. Követendő példaként Szegedet, Eszéket, Baját hozta fel. Puno automobila ulazi u grad. Recimo kad prolazite ulicom braće Radića od bivše zvezde bioskopa pa prema muzeju, vi faktički morate da imate nišansku spravu da prođete između 2 reda automobila, jer tu i ovo preduzeće parking je ograničavajući faktor. A parkolás valóban egyre nagyobb probléma a városban. Ezért már foglalkoznak a megoldásával. Viszont nagyon sokba kerül, és köztársasági, illetve tartományi eszközökre lesz hozzá szükség, mondta Veljko Vojnić. Danas imamo mogućnost da parkiranje izmestimo iz centra grada izgradnjom nadzemnih montažnih garaža. Ja sam zamolio to javno danas i direktora javno-komunalnog preduzeća Parking da oni pokušaju da nađu tehnička rešenja da se izgrade više takih objekata na više praznih lokacija, gradskih lokacija. A napi renden szereplő 2 szabályozási tervmódosítás egyike a Tito Marshall sugárút és a Frangepán utca közötti városrész rendezésével foglalkozik, ahol az újonnan épülő tömbházak magassága nem haladhatja majd meg a környéken lévő 2 iskola magasságát.
A másik terv a Rádics-Fivérek utca megóvására vonatkozik. Ezt a történelmi jelentőségi utcát, ami Szabadka történelmi örökségének a része és egy védett utca, ebben az alakban kell megőrizni, amiben most van, tehát itt a módosítás után nem lesz lehetőség arra, hogy épületeket bontsanak le. A szabadkai képviselőtestület egyhangulag megszavazta a díszpolgári cím és a Pro-Urbe díjak odaítélésére vonatkozó javaslatokat is. Így szeptember 1-én professzor emeritus Somogyi Sándor, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora veheti majd át Szabadka város díszpolgári címét. Pro-Urbe díjban Josip Ivanovics, a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar dékánja, Murényi Mátyás karmester, zenepedagógus és Miroslav Vojnics Hajduk Maracsa koreográfus részesül. A szerb-magyar-román hármas határ környékén is egyre fokozódik a migrációs nyomás. A bevándorlók minden éjjel megpróbálnak átszökni az unió területére, de legtöbbször sikertelenül. A vajdasági falvak lakói félnek, nappal is kulcsra zárják a kaput. Majdányon és Herábén is sok illegális bevándorló tanyázik. Szinte minden éjszaka megpróbálnak átjutni a határon, leginkább Románia irányába, majd onnan Magyarországra. Problem Románia, police, problem. Románia, Hungária, dog, police, money, problem. A migránsok tábortüzeket is gyakran gyújtanak, legtöbbször így készítenek ebédet vagy vacsorát maguknak. A napokban Rábén tűz ütött ki, a helyiek a migránsokra gyanakodnak. Gyanítjuk itt mindannyian, akik ótogattuk a tüzet, meg akik jobban oldották, mert én csak a saját portán védtem, hogy valószínűleg vagy dobtak el cigarettacsikket, vagy úgy hagyták. Rájuk gyanakszunk, mert tulajdonképpen arra, ahol a tűz kezdődött, más nem is szokott járkálni. Ők vannak elbújdosva erdőbe, bozótokba, oda az itteniek nem nagyon mennek. Sokan vannak, mert hát csak szét kell nézni az úton, hogy mi milyen. Szana szét minden. Rosszabbul nézked a két falu, mint a szeméttelep. Most, hogy meddig mehet ez így, vagy milyen? Hát melyik nap a tűz eset, ahogy történt, ott az volt a szerencse, hogy megbírtuk fékezni vizekkel, meg voltunk ott többen, akik elejét bírtuk venni, mire a tűzoltók gyűjtek, hogy aztán lett azoknak mindjárt szóval csak, hát azok törökanizsáron mire ide érnek. A migránsok rengeteg szemetet is maguk után hagynak, a feltört épületekben és a földeken egyaránt. Szerbiának a határa déli oldalán meg kell, hogy védje saját polgárait, a saját területét, mondta Pásztor István. A VMS elnöke hozzátette, a menedékkérőknek helyszínen kell megvárniuk az eljárás végét, és nem szabadna országszerte így mozogniuk, ahogyan a gyakorlatban teszik. Jelenleg a törvénytelenség, mint eljárási mód vált elfogadott szabályá, mondta Pásztor. Kiemelte az, hogy az illegális bevándorlóknak fegyverük van, nem újdonság, ezt mindenki tudta. A VMS elnöke azt mondta, korábban is történtek már összetűzések, csak késsel, ököllel, husángokkal. Az újdonság, hogy most eldördültek a fegyverek, vagyis használatba kerültek, hangsúlyozta Pásztor. Az embereket nem a félelem mozgatja, hanem a csalódottság, a keserűség. Úgy érzik, hogy az állam nem látja el azt a feladatot, amit kellene. Úgy érzékelik, hogy a migránsokkal való összevetésben mi, mint polgárok, másodrendűek vagyunk. Hogy a migránsok azok fontosabbak, mint mi, és a migránsok érdekei fontosabbak, és a migránsokat szolgálók érdekei fontosabbak is. Amikor ezt mondom, akkor itt nem csak a taxisokra gondolok, hanem sok mindenki másra. Az, hogy ennyi migráns van a határ mellett, és hogy folyamatosan jönnek, az többek között az én számomra annak a bizonyítéka, hogy a határon át lehet jutni. Ha nem lehetne átjutni, nem jönnének erre. Ez
Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy a határon ne lehessen átjutni. És ahhoz, hogy a határon ne lehessen átjutni, nem csak ezt a határt kell védeni, a magyar szerbet, hanem a szerb államnak azt gondolom, hogy fölül kell, hogy vizsgálja a saját migrációs politikáját. Augusztus 1-től drágul a földgáz Szerbiában. A szerbiai gázművek tájékoztatása szerint a földgázpiaci ára július 1-től már 12%-kal emelkedett. A háztartások számára ez azt jelenti, hogy 9%-kal emelkedik a földgáz ára kevesebb, mint egy hónap múlva, vagyis 35,11 dinárt kell fizetni egy köbméterért. Megemelte a Szerb Nemzeti Bank az alapkamatot. Az intézmény végrehajtó bizottsága ülésén 25 bázisponttal 2,75%-ra emelte a referencia kamatot. Közleményükben arról írnak, hogy a lépés segítségével megőrizhető a folytonosság az időszerű pénzügyi feltételek kiéleződésének folyamatában. A döntés meghozatala válaszlépés a fokozódó infláció folyamatokra. Ugyanakkor figyelemmel követik az eddigi korlátozó intézkedéseket és a gazdasági fejlődés folytonosságát is. 10 órán keresztül ülésezett a magyar kormány szerdán, az egyeztetések középpontjában a gazdaság és a forint árfolyama állt. Gulyás Gergely magyar miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfót azzal kezdte, hogy minden pillanatnyi nehézség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai stabilak, kijelentését pedig az ipari termelés növekedési mértékével és a foglalkoztatottsággal támasztotta alá. A forinttal kapcsolatban Gulyás úgy fogalmazott, az árfolyamot az energiaárak, elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró a dollárhoz képest, és ezért gyengül a forint is. A kiváltók a háború és az erre adott válaszok, a háborús infláció, aminek ma az a következménye, hogy Amerika nem gyengül, Kína erősödik, Európa pedig a magunk által bevezetett szankciók hatásaitól szenved, részletezte a miniszter. Az uniós forrásokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, a kormány elfogadta az Európai Bizottság javaslatait. Ezek szerint a korrupciós ügyekben legyen helye bírósági jogorvoslatnak, a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi konzultációra időt kell adni. Az uniós források jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére fordítsák, valamint 15% alá mérséklik az egy ajánlattevős közbeszerzések számát. Egyébként erősödött a forint árfolyama. Egy euró estére 403 forint alá csökkent, amiben szerepet játszott a Magyar Nemzeti Bank délutáni bejelentése is arról, hogy soron kívül jövő heti monetáris tanácsi ülésén megemeli az alapkamatot is, az egyhetes betét csütörtöki 200 bázispontos kamatemellése után. Lemondott Boris Johnson a brit konzervatív párt vezetéséről, és ezzel együtt a miniszterelnöki posztról is. Utódja megválasztásáig továbbra is Johnson vezeti a brit kormányt. A lépése a tömeges, mintegy 40 minisztert és kormánytisztviselőt érintő lemondás és a kabinetben kialakult padhelyzet miatt szánta rá magát a politikus. A Downing Street-en tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a politikában senki sem nélkülözhetetlen, viszont sajnálja, hogy nem láthatja a megkezdett projektek befejezését. Eredményei közül kiemelte a Brexit sikeres lefolytatását, a világjárvány kezelését és az ukrajnai invázió elleni nyugati fellépés vezetését. A brit kormány főlemondását többen is kérték már. Boris Johnson karanténbotrányba is keveredett szabálytalan házi bulik miatt, de brit kormánybenfentesek szerint kabinetjének számos tagja ellen folyt nyomozás szexuális visszaélések miatt. Egyik képviselője pedig szexuális erőszakkal gyanúsították meg. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Ma kezdődik az Exit, Európa egyik legrangosabb zenei fesztiválja. Csapadékos időjárásra számíthatunk pénteken, de a hétvégén ismét kisüt a nap. Ma este kezdődik az Exit, Európa egyik legrangosabb zenei fesztiválja Péterváradon. Mintegy 200 000 fesztiválozót várnak Újvidékre.
Már napok óta nyüzsögnek a szerbiai és külföldi turisták Újvidék utcáin. Vannak, akik lakást béreltek, mások a fesztivál kempingjében fognak sátorozni. Itt a 4 napos bérlet 3000 dinárba került. Az újvidéki strandon kialakított kempingbe mintegy 4000 sátorozót várnak. 5-én nyílt meg a kemping, és egészen 12-ig maradhatnak a fesztiválozók. Nino Tingen Hollandiából érkezett, már tapasztalt fesztiválozó, de az Exitre először jött el. When we are at home, we are watch lots of clips from the festival. So when the DJs are playing, so we thought like, yeah, let's go there sometime. So here we are. Mintegy 200 ezer fesztiválozóra számítanak idén, a legtöbben Törökországból, Hollandiából, illetve a régióból érkeznek. A 4 napos bérletek már elfogytak, napi jegyeket viszont még lehet kapni. First festival experience, I heard a lot of good things, and you proposed it, and I trust her. I did. Some of my friends in Germany mentioned it, because we're like, lots of them are techno fans. Épülnek a színpadok Péterváradon, 40 helyszínen bulizhatnak a résztvevők, idén néhány színpadot meg is nagyobbítottak. Ono što je meni jako bitno jeste da je izdvojen taj muzički trojac koji je negde zastupljen sada i u svetu. Imamo prvo jak gitarski zvuk koji je izvoran za Exit i Exitaši koji su tu od nultog Exita 2000-te do danas znaju da je to nešto što je vrlo blisko Exitu. Zatim imamo jako elektronsku scenu i komercijalnu elektronsku muzičku scenu i na kraju trap i hip hop kom se ja recimo večeras najviše radujem. Tako da eto, to je nešto što ovu godinu izdvaja od svih drugih. A kapuk este 7 órakor nyílnak, éjfélkor pedig hagyományosan tűzijáték is lesz. A Királyhalmi iskolába került Petőfi körtefája. A VM4-ke szervezésében megvalósuló nyárhanguló fesztivál vendége Szarvas József színművész, a Tündérkert mozgalom aktivistája a Királyhalmi iskola udvarába elültette az ajándékba hozott körtefát. Petőfi 1849. június 30-a estéjét Varga Zsigmond családja körében töltötte. A vacsora végeztével kimentek a kertbe, ahol egy fiatal körtefa alá telepedtek egy padra. A legenda szerint 31-én reggel a költő a körtefa alatt szavalta el az Egy gondolat bánt engemet című versét, szinte megjósolva aznapi halálát. A körtefa, mint a költő életének egyik utolsó tanúja, még a múlt század 60-as éveiben is élt, vaspántokkal megerősítve. A helyiek egy oltóvesszőt levettek róla, és mellé ültették. Abból metszett magának Kovács Gyula, a 2009-ben indult Tündérkert mozgalom egyik alapítója, aki a Kárpát-medence pusztuló őshonos gyümölcshagyatékának megőrzését tűzte ki célul, akitől Szarvas József kapta az oltványokat. A színművész szándéka, hogy Kárpát-medence szerte körbeviszi Petőfi körtefáját. Egyrészt azt szimbolizálja, hogy kulturális önazonosságunk határokon átívelő, másrészt felhívja a figyelmet a kertművelés fontosságára. Néhány szó az időjárásról. Az előrejelzések szerint esős idővel indul a péntek, de napközben is még több felé felhők zavarhatják meg a napsütést. A legmagasabb hőmérséklet 23 fok. A legalacsonyabb pedig 16 fok körül alakul majd. A hétvégén ismét a napsütésé lesz a főszerep. Zápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő. Aranyéremmel tért haza Világos Adrianna a mediterrán játékokról. A kishegyesi gerelyhajító 60,22 méteres dobásával megelőzte a török és a francia ellenfeleit az algériai Oránban zajló versenyen. Pihenésre nem sok idő van, hamarosan újabb fontos versenyek jönnek. 60 méter 22 cm-es dobással nyerte meg a mediterrán játékokat Világos Adrianna. A kishegyesi tehetség elégedett az elért eredménnyel, de kiemelte, van még hova fejlődni. Elégedett vagyok az első helyezésemmel. Az eredményileg hát egy kicsit többre számítottam, de a körülményekhez képest szerintem az is jó, meg minden versenyen 60 fölé száll a gerejem. Azzal szerintem elégedett lehetek, és nagyon boldog voltam, hogy dobhattam itt meg ezen az egész rendezvényen. A mediterrán játékokon az olyan egy kis olimpia, és a légkör, tehát bámulatos volt, és még sosem dobtam olyan stadionban, hogy ennyien szurkoltak volna, hogy ilyen furulett volna az atmoszféra, szóval igazán élmény volt. Világos Györgyi, Adrianna édesanyja és edzője ugyancsak elégedett az eredménnyel, de azt mondta, gőzerővel készülnek az előttük álló versenyekre.
A mediterrán játékok után ezen a héten egy kicsit aktív pihenőt tartunk, majd jövő héttől kezdve nagyon komolyabb edzések lesznek, tehát első héten tényleg komoly erőnléti edzéseket terveztem, a második héten inkább ráfekszünk a gyorsaságra, és akkor remélem, hogy készek leszünk erre a két versenyre. Ez a két verseny az augusztus első hetében esedékes kolumbiai junior világbajnokság, majd az azt követő müncheni felnőtt Európa bajnokság lesz. Kicsi a Bors, délvidék, mint a Kárpát-medence erőforrása címmel tartottak panelbeszélgetést a Vajdasági Szabad Egyetem első napján. Ezen Potápi Árpád János, valamint a szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyar közösségek vezető politikusai beszélték át az aktuális délvidéki kisebbségi témákat. Szó volt a nemzetpolitika átalakulásáról, a gazdaságfejlesztési programokról, az oktatásról, a migráns kérdésről, az LMBT propagandáról, a magyar nemzettudatról, az ukrajnai helyzetről és a jövő terveiről is. A mai Híradó Pluszban a panelbeszélgetés egy tömörített változatát láthatják, hétfő este 18 óra után pedig a teljes előadást megtekinthetik a Pannon Televízió műsorán. Történelmi pillanat Kishegyesen, együtt elemezték a jelen és a jövő kihívásait a délvidéki magyar politikai élet vezetői, vagyis a szerbiai, horvátországi és szlovéniai magyarság képviselői, valamint a nemzetpolitikai államtitkár. A panelbeszélgetésen elhangzott, jelentős mérföldkövet jelentett a magyar nemzetpolitikában, amikor a kultúra és az identitás megőrzésén felül a gazdaságfejlesztés és a szülőföldön való boldogulás is fókuszba került. A program megvalósításában Vajdaság az élen járt, hangzott el a panelbeszélgetésen. Foglalkoznunk kell azokkal, akik elhagyták ezt a területet, és azóta is esetleg elmentek, de a fő hangsúlyt nem ők kell képviseljék. A fő hangsúly arra kell terelődjön, hogy mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik itt maradtak, akik itt szeretnének élni a Vajdaságban, itt próbálják megtalálni a boldogulásukat, itt akarnak házasságot kötni, itt akarnak gyermekeket vállalni, itt akarnak fenntartani egy szinte teljes magyar intézményrendszert. És akik ezt komolyan gondolják, elsősorban a magyar politikának, a magyar közéletnek rossz szóval őket kell kiszolgálni. Ez nem kiszolgálás, mert a közélet sem választható el ezektől az emberektől, hiszen együttesen alkotunk egy társadalmat. Amikor ez a gondolkozás elkezdődött, és ez lett az általános, onnantól kezdve jönnek azok a szép eredmények, amelyek ezt a régiót jellemzik, olyannyira, hogy gyakorlatilag a Vajdaság példáján, a vajdasági magyarság példáján nem egy nemzetrész tudott okulni, illetve olyan ötletek váltak általános nemzetpolitikai ötletekké, és utána pedig akár törvényekké, vagy jó gyakorlattá, ami innen indult el. Kicsik vagyunk, de erősek. Van hitünk, és tudunk jó partnerek lenni. Erről is beszélt a magyar kormánnyal való együttműködés kapcsán Pásztor István, a VMS elnöke. A jövővel kapcsolatos elképzeléseink szempontjából én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt magunkról, hogy erősek vagyunk. Ez nem az elbizakodottságnak és az elvakultságnak a jele, hanem az önbizalomnak a jele az én számomra. Azt kérdezted, hogy mit köszönhetünk a magyar kormánynak? A magyar kormánynak azt köszönhetjük, ami itt van ebben a szlogenben. A magyar nemzet az egy kis nemzet. Viszont a jövőképe szempontjából, az önbecsülése szempontjából, az elismerés kivívása szempontjából, az egyenrangúként asztalnál ülés szempontjából mi egy erős nemzet vagyunk, és ezt a hitet kaptuk mi meg. Ezt a hitet hozta be 12 évvel ezelőtt a Fidesz. Az összes többi gyerekek az következmény. Az összes többi az apró pénzre váltása ennek a hitnek. Nem szabad kicsinek lennünk, és kicsi célokat megfogalmaznunk, mondta Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnöke, aki arról is beszámolt, hogy a horvátországi magyarság esetében sikerült visszafogni az elvándorlást. Sikerült olyan körülményeket teremtenünk, hogy
tulajdonképpen minden olyan horvátországi magyar, ami bármiben megpróbálja elősegíteni a közösségét, bárhol, számít, kiszámíthatóan számíthat arra, hogy milyen formában tud ezért támogatást szerezni, legyen az anyagi, politikai vagy jogi, mindegy. Tehát sikerült egy biztos intézményrendszert fölállítanunk, amelyet most már több éve működtetünk, és sikerült mondom olyan körülményeket teremteni, hogy biztos megélhetésben számíthat a horvát eszély. Magyarország a kiinduló pont az, amire utalnék, hogy okosat mondjak ma itt, hogy mi sosem mertünk kicsik lenni. Szlovénia az érintett országok közül a legerősebb gazdasággal bíró. A kisebbségvédelemnek is nagy hagyománya és komoly intézményrendszere van ott. Emellett a szlovén állam irányából jövő támogatás is jelentős, hangsúlyozta Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségek elnöke, aki szerint mindezek ellenére jelentős a magyarok elvándorlása a Muravidékről, ez ellen pedig nagyon nehéz tenni. A 2010-es kormányváltással kezdődtek meg az a fajta gondolkodás egyrészt, hogy a úgymond a kisebb létszámú közösségek is megkapták azt a jelentőséget Kárpát-medencei szinten is, mind a nagyobb közösségek. Másrészt pedig tényleg elindultak nálunk is tulajdonképpen azok a fejlesztések is, amelyek a gazdaságfejlesztéstől kezdve, intézményfejlesztéstől kezdve, amelyek hasonlóak, mint ahogy máshol a Kárpát-medencében. Szlovéniában is szerencsére sikerült az elmúlt néhány esztendőben egy picit ezt a gondolkodást megváltoztatni, hogy a 21. század úgymond kisebbségpolitikáját nem lehet már csak a kultúrára alapozni. Nyilvánvaló, hogy a nyelv megőrzése az nagyon fontos, és a kulturális intézményeinknek a működése, de Szlovénián belül a Muravidék számít az egyik legkevésbé gazdaságilag fejlett vidéknek, ezért nálunk sajnos a bevándorlás, illetve az elvándorlás erősödött az elmúlt években. A beszélgetésen egyebek mellett szó volt az oktatásról, a migráns helyzetről, az LMBT propagandáról, a magyar nemzettudatról, az ukrajnai helyzetről és a jövő terveiről is. Potápi Árpád János államtitkár úgy fogalmazott, meg kell őrizni a nemzetpolitika eddigi vívmányait, hogy miután csillapodott a háborús helyzet, legyen honnan dobbantani és tovább építkezni. Itt most nem az lesz a lényeg, hogy mekkora támogatások, meg milyen támogatások vannak, hanem azokat az eredményeket, amit most felépítettünk az elmúlt 12 évben, azokat meg tudjuk-e őrizni. És hogyha akarjuk, meg tudjuk őrizni, mert az egy jó lehetőség lesz arra, hogy onnan tudjunk dobbantani egy vagy két év múlva, vagy három év múlva, amint lehetséges. Akkor kell lépni, amikor lehet. Nem szabad elmulasztani a lehetőségeket, hangsúlyozta a beszélgetés végén a VMS elnöke. Pásztor István azt mondta, most Vajdaságban is azon kell dolgoznunk, hogy megőrizzük az eredményeket, felhasználva a magyar és a szerb forrásokat is. Ezt most túl kell élni, de az idő nekünk dolgozik. A magyarok és a szerbek egyre erősebbek lesznek, mert sokan vannak, akik eredetileg is úgy gondolkodtak, mint mi, csak nem értették őket. Ezt kell bevárni, egységes politikai közegben fogalmazott Pásztor. Európai Uniós témával folytatjuk. Deli Andor vajdasági származású EP képviselőt Kozma Zoltán kérdezte a testület legutóbbi üléséről, amelynek témái között volt a Szerbiáról szóló országjelentés is. Köszöntöm Önöket, ez a Híradó Plusz, Kozma Zoltán vagyok. Vladimir Bilčík jelentéstevő a minap ismertette a Szerbiáról szóló 2021-es országjelentést az Európai Parlamentben. Annak ellenére, hogy Bilčík pozitív hangnemben beszélt Szerbia lehetséges uniós csatlakozásáról, mégis számos kritikát is és bírálatot is tartalmazott ez a jelentés. Ezzel kapcsolatban kérdezzük Deli Andort, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti képviselőjét. Jó napot kívánok, képviselő úr! A jelentés miként értékeli Szerbia teljesítményét? Röviden válaszolva erre a kérdésre, annyit mondhatok, hogy Szerbia több megértést és több tiszteletet érdemel az Európai Parlament részéről. Az Európai Parlament évekkel visszamenőleg
a bővítés egyik legnagyobb támogatója volt, és úgy tűnik, hogy az utóbbi időben szerepcserét láthatunk, és inkább a bővítés fékezőjévé vált az elmúlt időszakban. És ezt tapasztaljuk most a Szerbiáról szóló jelentésben is, és ez miatt azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy Szerbia érdekeivel és a mi közösségünk érdekeivel is ellentétes az, ami történik, ugyanis egy ilyen jelentés az fékezi, lassítja az egyébként is elhúzódó bővítési folyamatokat, és nekünk épp az ellentéte az érdekünk, az pedig az, hogy Szerbia mielőbb uniós taggá váljon. Kritikákat is megfogalmaztak a Szerbiáról szóló országjelentésben. A Fidesz-KDNP miként reagált ezekre a kritikákra? Kritikát megfogalmazni számos módon lehet. És én azt gondolom, hogy a szerbiai vezetőség számára jól ismert kritikákat láthattak újra. Ugyanakkor azt is nagyon jól tudjuk, hogy a szerb vezetőség, a szerb kormányzat sohasem menekült attól, hogy a feltűrve az ingújat dolgozni kezdjen, és erősen nagy léptékkel haladjon az uniós tárgyalásokkal. Ugyanakkor azok a mondatok, amelyek bekerültek a végső változatába a parlamenti szövegnek, azt gondolom, hogy ellentétesek ezzel, és nem szolgálják a bővítési menet felgyorsítását, és méltatlanok Szerbia vonatkozásában. Így például azt elvárni és megfogalmazni, hogy a koszovói kérdéskör rendezésében Szerbia és Koszovó között kölcsönös elismerést kell végrehajtani, azt hiszem, hogy a helyzet prejudikálása és messze túlmutat az Európai Parlament hatáskörein. Az Európai Parlament jelentése mennyiben befolyásolja Szerbia uniós csatlakozásának folyamatát? Van egy kötelező érvénye például ennek? Az Európai Parlament jelentései fontos dokumentumok, ugyanakkor nem végrehajthatóak, tehát olyan jellegük van, amelyek kötelezően nem kikényszeríthetőek. Tehát az Európai Parlament határozatait az Európai Bizottság vagy az Európai Unió tanácsa, tehát a tagállamok értekezlete figyelembe veszi a munkája során, a saját határozataik anyagai kidolgozásakor, ugyanakkor nem kötelező érvényűek. Mindaz mellett azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek épp ezért egyrészt ügyelnie kell arra is, hogy mit helyez be ezekbe a dokumentumokba. Nem mindegy, hogy mi kerül be ezekbe a dokumentumokba, még akkor is, hogyha ezek nem végrehajthatóak, ugyanis a parlamenti határozatok hatása azért megmutatkozik az uniós intézmények jövőbeli aktusaiban. És ön szerint mi az oka annak, hogy az Európai Parlament nagyobb hangsúlyt fektetett a kritikákra, mint arra, hogy például bátorítsa, vagy előre mozdítsa az ország uniós csatlakozását? Én 2014 óta követem Szerbia sorsát, a szerbiai jelentéseket itt az Európai Parlamentben. És sajnos azt tapasztaltam, hogy az Európai Parlamentben egyfajta szemléletváltás mutatkozik. És az utóbbi időben az Európai Parlament elsősorban belső politikai meggondolásokból, a tagállamokból jövő hatások eredményeképpen történt egyfajta pálfordulás. Ugyanis számos tagállam egyrészt megfáradt a bővítésből, ahogy ezt itt a brüsszeli buborékban nevezik, elsősorban a nyugati tagállamok részéről tapasztalhatunk ilyet, és vannak a rendezetlen szomszédi viszonyok elsősorban a Nyugat-Balkán térsége körében.
fontos lenne végre ezeken a kérdéseken túllendülni, ugyanis azt hiszem, hogy a bővítés nem lehet rabja a bilaterális kérdéseknek. A bővítés különösen ebben a helyzetben, amiben most Európa találta magát az ukrajnai háborús helyzet következtében, azt hiszem, hogy egyértelművé tette azt, hogy a bővítés, a Nyugat-Balkán bekapcsolása az unió stratégiai érdeke, ugyanúgy, mint ezeké az országoké. Deli Andor, köszönjük szépen, rendelkezésünkre állt. Eddig tartott a híradó, érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Hivatalosan is megnyitotta kapuját a 19. Vajdasági Szabad Egyetem a kishegyesi Kátai tanyán. Színházi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várja a látogatóit a Nyárhangoló Fesztivál Palicson. Somogyi Sándor, a közgazdasági és mezőgazdasági tudományok doktora érdemelte ki idén Szabadka díszpolgári címét. Erről is döntött a szabadkai BKT. Aranyéremmel tért haza a Világos Adrianna a mediterrán játékokról. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tehetik, nézzék a folytatásban is a Pannon Televízió műsorát. Minden jót kívánunk, a viszontlátásra!